Az első előadónk Beke Csilla tanár, mentálhigiénés szakember, pszichodráma és bibliodráma vezető, aki már a pálferis időket megelőzően is pálferis volt, azaz a keddi előadások előtt már tagja volt az ős pálferis csapatnak. Az utóbbi években nálunk főképp női csoportokat vezetett, és ebben, illetve a következő előadásban is a nőiségről fog beszélni. Mivel három lánya van, a mindennapokban is lehetősége van fontos felismerésekre jutni a női lélekkel kapcsolatban. Akkor, ahogy Zoli is említette, az előadásomban a nőiség témáját fogjuk körüljárni, mind a kettőben. Úgyhogy, ha úgy érzed, hogy mint nő, nehéz kibontakoznod, mert mondjuk nem láttál magad körül egy olyan vonzó női mintát, ami inspirálhatott volna téged, vagy mert a szüleid a nőiségedben, illetve nőiességedben nem megerősítettek, hanem inkább elbizonytalanítottak. Vagy mert csupa fiú testvér között nőttél fel, illetve a munkahelyeden például szinte kizárólag férfiakkal dolgozol. Vagy mert egy valamilyen trauma következtében sérülést szenvedett benned ez a női lélek rész. Vagy mert elhagytak, vagy bármilyen más módon egy olyan veszteség ért, aminek következtében benned ez a nő kicsit meghalt. Na akkor érdemes lesz vagy eljönni személyesen és meghallgatni, vagy bekapcsolódni online ebbe az előadásba. Itt aztán kiderülhet, hogy mi az, ami ezt a valamiben esetleg elakadt, vagy még nem eléggé kiforrott női lélekrészt meg tudja erősíteni abban, hogy akármi is történt, tudjon és tanuljon megélni, és a lehetőségeit kibontakoztatni. Férfiak, természetesen ez az előadás nektek is szól, hiszen nem egyszer hallom tőletek, hogy nem értitek a nőket. És mivel a mindennapjaitokat ti is úgy élitek, hogy mindenhol nőkkel vagytok körülvéve, számotokra is hasznos lehet az a tudás, hogy melyek a legmeghatározóbb mozgatórugói bizonyos női viselkedésformáknak. Várunk titeket szeretettel! Keresd az előadást október 5-től a Pálferi online YouTube csatornán, és ne felejts el feliratkozni!